Sziasztok, itt vagyunk a 30 éves Tisza Busz Plus Kft-nél, Szeged és a régió egyik legnagyobb, vagy talán legnagyobb személyszállítási vállalkozásánál. Sutka Ferit pedig arról hallgatom, hogy mi újság nálatok a nyáron, főleg milyen jellegű utak pörögnek ilyenkor a Tisza Busznál. Hát most nagyon pörögnek ezek a Albánia tengerpart, Bulgária tengerpart, akkor Görögország, most Franciaországban is van buszunk, Isztambulban ez pont most érkezett haza tegnap, de van legénybúcsunk is, meg van ilyen, sok a lakodalmakban rendelnek bennünket, hogy vigyük ki a vendégeiket, meg utána éjszaka hozzuk haza őket. Általában oda kell menni a megyeházához, utána viszik őket tovább a templomba, utána ki vagy domoszék, mikor, hogy hol van a vacsora vagy a rendezvény, van egy visszaút éjfélkor, meg egy 2-3 óra fele hajnalban, hát ahogy kéri a megrendelő. Hány ember tudtok ilyenkor elforikázni? Ugye a lakodalom lehet 20 fős, meg 200 igen, fős is. Általában két busz szoktak rendelni ilyen 100 főig, és akkor az egyik az visszajöhet már éjfélkor, a másik meg még ott marad mondjuk 2 órakor még. Szoktak problémák lenni a NASZ néppel? Nem szokott lenni problémák. Odafelé út az rendben van még, de amikor a hajnalban visszafelé kell őket nincs, hozni. Nincs, tényleg nincs probléma. Problémamentes. Nincs problémamentes, tényleg nincs. Mi a helyzet a legény búcsukkal? Az is problémamentes, az is lemegy a fiúk. Ezt nem hiszem. A fiúk elmennek, paintballoznak, vagy valahol utána, meg ki kell vinni általában őket egy ilyen tanya helyszínre, vagy valamilyen csendes, eldugott helyszínre. És ott hagyni őket örökre. Ott le kell őket rakni, aztán hajnalban meg visszamenni, értik azt hazahozni őket. Hány járművel dolgoztok? Most 18 darab járművel. Ez nagyon kemény. Melyik a legnagyobb? 58 a legnagyobb. Aztán 53, aztán meg 49. Gyönyörűek, nagyok, csili-vilik, viszont arra azért kíváncsi lennék, hogy hogyan bírják a nyári kánikulát. Amikor kint mondjuk rá ilyen 38-39 fok van, mint ma, akkor bent hány fokon furikázzátok a szegedieket? Ilyen 23-22 fokra vannak rakva a klímák, és akkor beüti szépen. Bírják a klímák, jelenleg nincs. Hát mindig van valami aktuális probléma, de az ilyenkor, amikor bennáll, akkor szervizeljük őket folyamatosan, és akkor próbáljuk kiküszöpölni, hogy ne legyen gond. Büszkén újságoltad, hogy nem volt még komolyabb balesetetek, és olyan sem történt meg, hogy utast ott kelljen hagyni az út szélén. Ez az állításod, így fél évvel teltével marad? Jelenleg is még ezt tartottuk. Oké, gratulálom. Jelenleg is. Ez eddig egy nagyon, úgy mondom, egy problémamentes év volt, szerintem ez eddig nagyon jó. Hogyha volt is probléma, visszabírt jönni a terephelyre, és tudtuk orvosolni, mire kiállt legközelebb az autóbusz. Úgyhogy most ez szerencsés év volt, mert volt már jó, hogy vinni kellett a buszt, és akkor az maradt, ment tovább a másik. De most még ilyen nem volt, és szerintem nem is lesz. Pozitívan állunk hozzá. Úgy legyen.